Látványos jelenet, amikor a megnyitó előtt bevonulnak és felsorakoznak a fogatok. Az újfehértói C-kategóriás megyei döntő előtt nem csak a hagyományt követték a hajtók, hanem egyben tisztelektek is ifjú Fekete György előtt, aki a hollandiai Kronenbergben Holle Martin és ifjú Dobrovisz József társaságában csapatban 2-es fogathajtó világbajnoki címet szerzett. A Nyírbátori Lovasport Egyesület versenyzője az elrontott díjhajtást követően maratonhajtásban második lett, az akadályhajtást pedig megnyerte, így egyéniben a 13. helyen zárta a VB-t. Az egyik lovunk lesántult az indulás előtt 2 nappal, és teljesen úgymond egy cserefogattal kellett induljak. Ez tudható az első napi teljesítményünkre is, de utána össze tudtam szedni magam, és tudtam a magyar csapatot segíteni. Megpróbáltam összeszedni magam miatt is, a Szabolcs megye miatt is, és segítettünk, szerintem a Bartók Pista bácsi, aki edzőm volt 15 évig, ő fentről nagyon sokat segített nekem, és sikerült össze tudtam szedni magam mind a 2 számra. A szintén nyírbátori színekben versenyző Szakács Róbert szeptember elején a budapesti 4-es fogathajtó Európa-bajnokságon egyéniben indult, és a 24. helyen végzett. Mint elmondta, rengeteget dolgozott azért, hogy bekerüljön a válogatottba. Egyszerűen mondom, nincs az elég munka, ami elég legyen rá. Nagyon sok, mi erre a 2 évet, 1,5 évet készültünk 4-es fogattal, célzottan, megcéloztuk ezt az Európa-bajnokságot, hogy szeretnénk rajta részt venni. Szerencsére sikerült, jó volt a csapatom, jók voltak a lova, sikerült oda kerülni. A szervezők igyekeztek nehéz feladat elé állítani a hajtókat és a lovakat. Olyan pályát jelöltek ki, amely magasabb besorolású verseny megrendezésére is alkalmas lett volna. Egy olyan pálya van kirakva itt, hogy kvalifikált, tudással rendelkező hajtók kellenek ide. Nagyon nehéz pálya, de erre azért is szükség van, hogy az országos bajnokságon ott megállják majd a hajtók a helyüket. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára szerint a lovas rendezvények a sportérték mellett a hagyományőrzés miatt is fontosak egy közösség számára. Régóta és 2 lovasport egyesület működik a településen, mind a díjugratás és mind a fogathajtás részét képezi településünknek. Én azt gondolom, hogy különös jelentősége van a hagyományaink és kultúráknak az erősítésében, és természetesen az összetartozásban összetartja a lovasainkat. A megyei döntő megrendezését támogatta Újfehértó város önkormányzata is. Hosszú József polgármester elégedett volt a rendezvényen tapasztaltakkal. Több mint 30 fogat vett részt az eseményen, amely egész nap tartott. Nagyon nagy érdeklődés volt a lakosság részéről, és nagyon sokan kilátogattak a rendezvényre. Hál' Istennek jó idő volt. Én úgy gondolom, hogy egy színvonalas rendezvényt sikerült Újfehérton tartani. Ezzel is bizonyítottuk azt, hogy Újfehérton bármilyen ilyen jellegű rendezvénynek jó házigazdája tud lenni. Abban maradtunk a szervezőkkel, hogy jövőre visszavárjuk őket.